Szervusztok! Most vasárnap délután van, valamivel elmúlt három óra. Arra gondoltam, hogy ebből a rendkívüli bejelentkezéssel megvárom az ebédeteket, és megvárom az ebéd utáni megérdemelt hétvégi pihenőt. De most már talán ébredeztek, vagy felébredtetek, és érdemes ezt néhány percet eh, magyar társadalom, vagy a magyar gazdaság következő hónapjaira, éveire viszonylag nagy jelentőséggel bíró, EU támogatási rendszerről egy pár mondatot meghallgatnotok. Az elmúlt hetek arról szólt, sőt az elmúlt hónapok a világ sajtóban is jelentős mértékben a magyar méreteket, vagy a magyar gazdaság fontosságát meg Megsokszorozott módon újságokban, elemzőkben, Unióban, Egyesült Államokban arról beszélgettek, hogy vajon Magyarország az egyedül, akinek visszakatartja az Európai Unió forrásait, hogy Magyarország ezekkel a forrásokkal az idei évben rendelkezni fog-e, vagy akár jövő év első felében. Két ember, ezek a megszólalások, ezek folyamatosan. Változtak napról napra, hétről hétre, akár ugyanazon ellenzők tekintetében is, attól függően, hogy mi szivárgott ki. Hogy azt jelentették be, hogy a Magyarország 17 ponton megpróbálja kiszolgálni az Európai Unió bizottságának az elvárásait, hogy ezek közösen kidolgozott elvárások. Tehát, hogyha ezt Magyarország teljesíti, akkor ebből egészen biztosan forrásbiztosítás lesz vagy pedig valamilyen rossz hír jött, hát többnyire azért, mert Orbán Viktor néha megszólalt. És ha megszólalt, vagy cselekedett, cselekedett bármit az elmúlt hónapokban, akkor arról azt gondolom, hogy azt lehetett látni, hogy nincs összhangban, miért teszi? Miért nem vár vele, ha már mindenképpen akar? Most, amikor kérés van, mikor egy megoldásról szóló tárgyalás van az Európai Unióban, Orbán Viktor miért tesz ilyen bejelentéseket, miért tesz ilyen nyilatkozatokat, miért hoz meg Magyarország olyan törvényeket, vagy végez olyan politikai cselekményeket, amelyek nem csak általában sértik az európai jogot, hanem sértik például azt a 17 pontot is, amiről állítólag Varga Judit, Navracsis Tibor folyamatosan tárgyalnak az Unióban és a bizottságban, és hát optimista módon megállapodásra törekszenek. A saktábla mögöttem nem véletlen jelkép. Azt állítom ugyanis, hogy lehet, hogy többen, bár nem olvastam, de két ember egészen biztos, hogy hónapok óta biztos benne, hogy Orbán Viktor nem finanszírozza, Orbán Viktort nem fogja finanszírozni az Európai Unió. A kohéziós alapokban, mert azért azt tudni kell, hogy két különböző forrás van pillanatnyilag felfüggesztve visszatartva, az egyik az az elmaradó, az elmaradt az Európai Unió átlagának 70%-át sem elérő fejlettségi szinten lévő országok felzárkóztatását szolgálják. Ez az ország Magyarország, amit az elmúlt 32 évből 16 éven keresztül, tehát 90-es választás óta, elmúlt 32 évből 16 éven keresztül Orbán Viktor vezetett. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hát az is 18 évvel ezelőtt, ebből a 18-ból az utolsó 12, most már 13. évet Orbán Viktor a miniszterelnök. És ezt 2004 ben amikor csatlakoztunk, akkor senki nem gondolta, hogy egy ilyen felzárkózási alap, mert nem írjuk el az Európai Unió átlagának, vagyis a felének, a 70 át azaz 35 os szinten sem leszünk, de Orbán Viktor elfogadta több mint 3 millió szavazóval, hogy mi vagyunk az Európai Unió motorja. Tehát ez a kohéziós alap az egyik, ez 7 éves költségvetésekben szavazzák meg, sok milliárd, 7-8-9 milliárd dollár az, amit mondjuk Magyarország még mindig a felzárkóztatással kapna, nem jár neki, támogatásként kapna azoktól az országoktól, akiknek nem jár Azoknak az állampolgároknak, akiknek nem jár már kohéziós alap, mert azon a fejlettségi szinten vannak az unió átlagában, hogy ez nem jár a számukra. Ez kifejezetten egy támogatás. Ez az egyik. A másik forrás, ami pillanatnyilag fel van függesztve, az a COVID járvány miatt leállt gazdaságok az egész világon, Európában is és ezek a leállt gazdaságok, turizmus, kereskedelem, a gyártóterületeken, az alkatrész utánpótlások teretein rettentően sok gazdasági kár keletkezett, sok ember elveszítette a munkáját. Sok szakma, amelyik, vagy, amelyik most terület esetleg újraindul a COVID kezelhetőségébe vált COVID járványt követő időszakban, ezek a területeken már nincs meg a szakképzett munkaerőnek jelentős része. Ez egy helyreállítási alap. Ennek is egyébként két forrása van. Az egyik egy visszanemtérítendő rész, amit megszavaztak az Európai Unióban, a másik pedig a hitelfelvétel. Nyilván a visszanemtérítendő rész az, amit szintén az Unió befizető állampolgárainak a támogatásából van, mert a felvett hitelt azt ugye vissza kell fizetni, még akkor is, hogyha annak a kamatai töredéke harmadra, negyede annak, mint amivel ma Orbán Viktor finanszírozza a magyarországi hiányt. Orbán Viktor mégis azt mondta, hogy ezt eleve nem kérjük. Ez nem volt kötelező, ugye ezt Magyarországnak kellett volna visszafizetni, tehát amit Magyarországnak kell fizetni, az eleve nem kérem. De miért nem kéri, ha egyszer a harmadába és a negyedébe kerül, mint amikor a piacon finanszírozzák? ezen egy el kellene gondolkodni, nem nehéz, azért, mert ha az Európai Unió közössége vállalta ezt a garanciát, akkor ellenőrzi ennek a pénznek a felhasználását. Mint a háromszor négyszer annyi kamattal vesz föl Oroszországtól, Kínától Magyarország Orbán Viktor pénzt, akkor azt másnap hazaviheti. És nem hazaviheti, haza is viszi. Tehát ezt kell meginti. Na ez a két forrásról legalább két ember, az egyik azt gondolom, hogy én vagyok, a másik Orbán Viktor hónapok, illetve évek óta tudja, hogy nem fogjuk megkapni. Tehát ezt mikor felfüggesztették, soha nem fogjuk megkapni. Orbán Viktor azért tudja, mert ennek ő a felelőse. Pontosan felmérte most már legalább másfél-két éve, mikor először szólal fel nagyon erősen az Európai Unió parlamentje, hogy Magyarországon nincs jogállamiság, és nem követi Magyarország a jogi, az, az Európai Unió értékeit. Ami nem az a a legnagyobb baj az Európai Unió Parlament, kis ország nem örülnek neki, de olyan nagy súlyt nem jelentene, hanem azért, mert Orván Viktor olyan jogosítványokkal bír az Európai Unióból, mint minden tagállam, aki képes evel a kicsi ország is szétrombolni az Európai Uniót. Ezért olyan ideges az Európai Unió Parlamentje, nem a baloldala. Az Európai Unió Parlamentje, szinte valamennyi franciója több mint kétharmados támogatással mondja ma már, szép lassan növekedett, de ma már több mint két, hogy, ez, hogy Orbán Viktor kifejezetten veszélyes az Európai Unióra, az európai demokráciára. És ellopja azokat a pénzeket, amit támogatásként kapnak, amit nagyon szívesen odaadnának a magyar állampolgároknak, hogy Magyarország főzárkózón, de Orbán Viktor és oligarcháinak a gazdasági hatalmát növelve azt jelentené, hogy ők finanszírozzák azt a gazdasági erőt, amely képes Magyarországon maga alá gyűrni a magyar társadalom értékrendjét, a magyar embereket, és megteremteni azt a borzasztó gazdasági erőt, amely utána olyan hatással van a magyar gazdaságra és politikára, hogy könnyedén kifosztja a magyar társadalom embereit. Orbán Viktor tudja, hogy ha ő ezen változtatna, az általa fölállított politikai rendszer, rezsim, önkény önkényuralmi rendszer összedőlne ő meg börtönbe kerülne még nagyon sokakkal. Vagy át kellene adni a hatalmát. Ebből egyiket sem vállalja. Szerintem életszerű, hogy ebből egyiket sem akarja. A hatalommániája is van. Hát börtönbe meg szinte senki nem akar menni, pláne nem akkor, ha az Európa egyik leggazdagabb emberévé vált a strómanjain keresztül, meg egyébként egy függőségi viszonyba került nem kábítószertől, a hatalomtól az is egy olyan gondolat, olyan dolog az emberi viselkedésre, mintha a kábítószertől függnénk. Persze nem mindegy, hogy az emberek kitől függnek, mondjuk szerelemfüggősége függősége van, szeretet függősége van, csokoládé függősége van, vagy a rosszabbak, ha alkohol, ha kábítószer, vagy hatalommániától való függőség, függőségben szeved, utóbbitól, a hatalommániától függ Orbán Viktor. Tehát ő ezt mindig is tudta, de azt is tudta, hogy ezt nem jelentheti be a magyar társadalomba, hogy ő az Európai Unióban nem fér bele, és onnan forrás nem fog kapni. De folyamatosan ott őt lenézik, gátolják, személyongrátává, nem kívánatos személyé nyilvánítják. Ez rengeteg kellemetlenség, eljárásokat kezdeményeznek szembe az Európai Bíróságon. Innen ki kellene lépni. De a kilépne, elveszítené a hatalmát, mert ma még az Európa, a magyar társadalomban az unió támogatottsága nagyon-nagyon magas. Ezért azt le kell járatnia. A másik ember, aki tudta, és az, hogy Orbán Viktor viselkedéséből adódóan nem fog létrejönni olyan megfelelés Magyarországon, hogy az Európai Unió támogathassa Orbán Viktor további hatalom, hatalom gyakorlását, gazdagodását, a NERD lovagjainak a pénz ellopását, aminek azért az abszolút egyértelmű elosztója, irányítója, a bűnszervezetnek a vezetője az én véleményem szerint, és már nagyon sokak véleménye szerint is Orbán Viktor, ma már az Európai Unió többségi parlamentje elfogadta ezt az álláspontot, e, ami a magyar érthetőségben én azt mondom, hogy jobban megértjük azt mondjuk egy bűnszövetkezet vezeti az országot, az Európai Unió többsége azt mondja Orbán Viktor atalmi rendszeréről, hogy önkény uralmi rendszer. Az önkény uralma gyakorló személy, azért azt, azt gondolom, hogy a, te, a világ minden pontján, a demokratikus világ minden pontján gyugodtan e, lehet bűnszövetkezet vezetőjének e, mondani, tekinteni. Ez a vélemény azt gondolom, hogy megalapozottan megáll. Eh, nagyon fontos, és a sakfigurák, ami mögöttem vannak, azokkal azt a jelképet szeretném elmondani, hogy elemzők, tehát tényleg független politikai elemzők, és a függők nem lényeges, mert azok azt mondják, amilyen függőségű viszonyban vannak, és az adott pillanatban a függőségüknek megfelelő nyilatkozatot teszik. De valóban elemző politikusok, eh, gazdasági elemzők stb. esetében, a gyakoribb, sajnos döntő többségében azt kell tapasztalni, hogy mindig nézik a folyamatot, a közelmúltat, az mi volt az elmúlt utolsó hét információja, esetleg az utolsó nap, néha ez folyamatos, egy trendet jelentek az utolsó két hét, és amit az utolsó két hétben tapasztaltak, azt előre vetítik, hogy valószínűleg az lesz a következő hónapokban is. Aztán nem okoz semmilyen problémát, ha a következő nap megváltozik a folyamat. Csak először finomabban, de ha már két héten keresztül ellentétes irányba haladunk, akkor megváltozik a trend elemzőinek a nyilatkozata is, hogy azzal az, irány, az új iránynak megfelelően lesznek a következő hónapok. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a matematika segítségével, a leglényegesebb és az a leghitelesebb elemzők közülük sokakat csütörtökön bemutattam nektek, akik hosszú éveken keresztül azon gondolkodtak, hogyha mondjuk nézik az Orbáni kormány, az Orbáni rezsim, önkényuralmi rezsim, 12 éves intézkedéseit, akkor ezek az intézkedések mi az az, az az érték, az a gondolat, ami alapján megmagyarázhatóak? Mert Orbán Viktor hazudik, ezzel nincsen probléma. Meg kell tanulni a sorok között olvasni, ezzel sem. Na de ha a sorok között kell olvasnom, akkor nem mindegy, hogy az elmúlt két-hét sorait olvasom, vagy pedig megtalálom azt a kiinduló pontot, ami után lehet látni, hogy a második, harmadik, ötödik és a hatodik saklépés is bereillett. Odaillett mindegyik, amikor nagyon ritka a kivétel, és az is megmagyarázható, ami ebből az alapból kiindul. És ez az, ami hiányzik Magyarországon is, egyébként Európai Unióban is, és a világ szakújságíróiban is, csak mindenhol egy kicsit kevésbé, mint Magyarországon, hogy keressék meg valsz, tényleg azt a nullpontot, amiből magyarázni lehet, mit csinál Orbán Viktor. És ez a nullpont az, amikor azt mondom, hogy Orbán Viktor felismerte, hogy nincs helye az Unióba, de azt is felismerte, hogy ebben a pillanatban nem tud onnan kilépni. Ezért mit kell tennie? Hát le kell járatni az Európai Uniót, hogy a magyar társadalomban ne legyen meg az Unióban a többsége az Unió támogatottságának. Ezért olyan magatartást kell folytatnia, amelyben azt mutatja be, hogy bajban vagyunk. Elfogadom, hogy bajban vagyunk, de ezért valaki más a felelős. Nem én, hanem nem Orbán Viktor, hanem a másik. És hogy akit szeretsz, azt ne szeresd, mert tévedésben vagy. Egyrészt az árt neked, Kettő egyébként gyenge, alkalmatlan, tehát hogy miért bízol valakiben, aki kap, az úgy gondolod, hogy meg fogja oldani a te problémáidat. Miért teszed ezt, hiszen ő gyenge, alkalmatlan, kapkód, nem tudja, hogy mit csinál. És hogyha ebben sikerült annyira legyengítenem, hogy ott hagyhatom ezt az Európai Uniót, és csatlakozhatom a világ diktátorainak a támogatói közé, és diktátorként még akár a halálomig is vezethetem ezt az országot, akkor értjük, hogy ő ezt tudja, és ez egy tudatos magatartás. És akkor már mindjárt érthetővé válik, hogy bár kéri a pénzt, de tudja, hogy nem fogja megkapni. De mindig elmondja, hogy ez jár nekünk. Nem jár nekünk, mert ez egy segítő, támogató pénz. Kitalál valamit, hogy mondjuk piacnyitásért jár nekünk, az nem igaz gazdaságilag, de azt mondja, jár nekünk. Az a magyarok pénze, az a pedagógusok bére. Egy kicsi odafigyeléssel lehetne érteni, hogy hát ez nem létezik. Egy ország pedagógusainak a pénze az miért van pillanatnyilag az Uniónál? Az miért van nálunk? Tehát miért nincs nálunk? Hát az nyilván mi termeljük meg, tehát mi, nyilván nekünk van. De nem érdekes, elmondja, az, hogy ezek mind-mind megoldódnának, ezek a problémák, megkapnánk a pénzt. Tudja, hogy nem fogjuk megkapni? Ebből mi következik? Át tudja hárítani a felelősséget, és le tudja járatni az Európai Uniót. Na nem nyugszik bele csak ezzel, hogy most folyamatosan mondja, hogy majd abból mindent megoldunk, hanem már menet közben is olyan lépéseket, nyilatkozatokat teszt, amiből lehet következtetni, hogy hát ha egy olyan gyenge, és olyan koncepció nélküli, meg posznyugat, meg nem létező nyugat, akkor attól nem is fogjuk megkapni. Meg hát ötőlük várjuk a döntést, közben a miniszterelnökünk elmondja tusnát fürdőn, hogy már nem létezik fejlett nyugat, már átvette Magyarország a nyugati gondolkodásmódot és értékrendet, és majd ehhez kell az, az, európai, az európai értékekben a jövőben alkalmazkodni, Németország már nincs is, stb. Elmondja a tők államok tanácsának a gyűlésén, hogy Európa már gyakorlatilag nem tényező. Nincs önálló akaraság, gazdaságban, sem politikában. Alkalmazkodni kell Amerikához. Amerikáról meg tudomásul kell venni, hogy az kizárólag az amerikai érdekeket szolgálja. Ezért mi annak kiszolgálói leszünk, és hosszú-hosszú kemény gazdasági és politikai válságban lesz az Európai Unió. Ugye? Innentől mindegy, csak azt kell megvárni, hogy mikor kerül a támogatottság Magyarország 50% alá, és akkor ugyanez az indokrendszernek az utolsó mondata is elhangozhat, hogy és ezért Orbán Viktor nem tehet más, mint a magyar társadalom vezetője kilépteti a Magyarországot az Európai Unióból. Ugye, elment az Egyesült Államokba, ott is elmondta ugyanezt a veszélyét. Mondjuk egy megvásárolt republikánus párti ülés mögött mellett lévőn, ahol hivatalos személyek gyakorlatilag nem vettek részt, nem is találkozhattunk a közmédiában, meg lett volt minden szenátor, aki ezen a területen, aki ott van ezeken a rendezvényeken, de közben folyamatosan a regnáló hatalmat Biden által irányított Egyesült Államokat végig sértegette. Mert hiszen ez illik bele ebbe a koncepcióba, hogy mi nem ehhez akarunk tartozni, mármint hogy Orbán Viktor által értelmezzük a mit. Németországban egy megvásárolt pódiumbeszélgetésen ugyanezeket a gondolatokat mind elmondta Orbán Viktor. Úgyhogy ezt lehet látni. És ezek a mondatok folyamatosak, visszatérőek olyankor, amikor az Európai Uniótól elméletek segítséget kérünk. Orbán Viktor ezt azt gondolom, hogy a legközvetlenebb munkatársainak sem osztja meg. Ezért van az, hogy Navracsis Tibor is folyamatosan óra esik, mert mindig azt hiszi, hogy ő elment tárgyalni, és akkor őt letárgyal valamit, és Orbán Viktor azt mondta, hogy azt majd mi megcsináljuk. Csak utána kapkodja a fejét, amikor hallgatja, hogy ő barátian beszélget, megpróbál maga mellé állítani potentált személyeket, majd meghallgatja, hogy ezek a potentált személyek már nem is léteznek, egy teljesen elgyengült országban vannak, nem, nincs önálló koncepciója annak az hazának, az a nemzet már nem is létezik, mondja Orbán Viktor. Hát ennyi, Navracsis Tibor törhette kezét, lábát, elvihette vacsorázni bármilyen exkluzív helyre a lobbizna partnereket, nincs ilyen cikkek meg tudnak Orbán Viktor mellett jelenni, mert mindig van olyan újság, ahol a fizetett cikk az megjelenik azzal a tartalommal, ahogy Orbán Viktor szeretné észibe. Úgyhogy azt gondolom, hogy a legközöttebb munkatársai sem tudják. De mi ketten tudjuk. Én azért, mert azt gondolom, hogy megtaláltam hónapokkal, már talán két évvel ezelőtt is, azt az alapot, amivel magyarázható az Orbáni viselkedés. Ezt én hosszan publikáltam eh, valamik a megtalálható a népszavában, eh, azt hiszem eh, mindjárt, mert fölírtam magamnak, eh, a népszavában a szeptember 11-i -e számában egy oldalon kifejtettem. A világ 150 országában jelenik meg a Frankfurt álgé, egy Zeitung, mint újság, 150 országában jelenik meg. Ott is ezt részletesen kifejtettem egy október 25-íráson. -e a palotás szubjektív oldalon mind a kettő teljes mértékben megtalálható. Mert ez egyszerűen következik az orbáni viselkedésből nem fog jönni Európai Unió pénz. A napokban fogja, az Európai Unió parlamentje a múlt héten, ez, be, ez nem ezen a héten be is jelentette. Már korábban is figyelmeztette a bizottságot, hogyha a bizottság mégis meg akarna állapodni, mármint hogy javaslatot tenni Magyarországon a megállapodásra, akkor az Európai Unió bíróság erré fogja citálni. Nem értem az elemzőket, hogyha azért, mert elolvassák, hogy az Európai Unió bizottságát és a tanácsát nem kötik, alapvetően nem kötik az Európai Unió parlamentjének választott képviselőinek az állásfoglalásai, tehát azt nem fogják figyelembe venni. Ez így működik Magyarországon, de nem így működik a demokráciában és a fejlett világban. Nem kell hozzá, hogy kötelező érvényű legyen. Három független elem van. A bizottság és egy végrajtó testület, de független. A tanács is egy független testület, és az Európai Unió parlament is egy független testület. Tehát a tanács nem kötelezheti, de javaslatot tehet a parlamentnek, hogy miről foglaljanak állást. A parlament nem kötelezheti a bizottságot, de a bizottságnak mondhatja, hogy mi az elvárása, mert a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak a végrehajtó testülete. És a bizottság holnap vagy holnap után fogja bejelenteni ugyanezt hogy nem támogatja, felfüggesztés támogat. Lehet, hogy bizonyos ellenőrző feltételek mellett, de pénz abból sem lesz, Ellene az újjáépítésnek adnak valamilyen kisebb-nagyobb részének, vagy az egészének zöld utat. De abból sem lesz pénz, mert az is arról fog szólni, hogy nézzem meg, hogy mit csinálsz belőle. Ha nem ellenőrizhetem, és te azt korrupcióban elviszed, akkor nem fogom folyósítani, mert ezek a pénzek utófinanszírozó pénzek. Utófinanszírozások. Először Magyarországnak kell. Pénzt nem fogunk kapni. Ezt úgy gondolom egy kicsit határozottabban, részletesebben el kellett mondanom, kiemelve a csütörtök esti hosszú beszélgetésekben. Nagyon sokan vannak, még ellenző ellenzéki politikusok is, RTV-ben te még tegnap este is hallgattam, hogy de hát egyébként szimpatikus politikusok is, az Magyarországnak meg kellene kapni ezt a pénzt. Az volna az ellenzéknek is az érdeke, hogy ez a pénznek a megkapása mellett döntsük. De értsük meg, hogyha felfegyverzem az engem kirablót, mert a pénzt én semmiképp nem kapom meg. Ha elutalnák a magyar kormánynak, én akkor sem kapom meg. Ellenben a magyar kormány hatalmi hátterét, politikai és gazdasági hátterét, a NER bűnszövetkezetének és politikai és hatalmi hátterét, ha megerősítik, felfegyverzik és finanszírozzák, akkor az velünk szemben hatalomgyakorlás lesz, nekünk az rossz lesz. Nem könnyű megérteni, mert én könnyebb sokan megérteni azt, hogy Orbán Viktor azt mondta, ha jön a pénz, felemelem az pedagógusok fizetését. De utána kifosztom a pedagógusokat. Tehát, hogy ne értsünk előtte semmit, ha esetleg betartja, de nem biztos, hogy betartja, mert ha csak lassan jön a pénz, akkor először mást, vagy megint mást, és aztán soha nem kerül sor a pedagógus társadalomra. Pont eh, egy fordítottja van Ukrajnában a fejlett világ Ukrajnát, amelyik sokkal, hát egy negyede, ötöde Oroszországnak, és nem is volt annyira fegyverkező, és nincsenek olajkincsei. Tehát sokkal kevesebb volt a gazdasági tartaléka. De a függetlenséget meg akarta védeni. Ebbe belebukott volna már régen, ha nyugat nem mondja azt a fejlett világ, hogy finanszírozlak. És hirtelen ezzel a finanszírozással, párhuzamba egyenrangú, sőt most gazdaság vagy katonai fölénybe kezd kerülni Oroszországgal szemben. Tehát ha megerősítek gazdaságilag valakit, valakit akkor ha jó célból teszem, akkor is például a Magyarország föl tudna zárkózni az Európai Útlió 70 átlagának 70%-a alatti szintről az átlagára vagy a fölé. Ha Orbán finanszírozom, akkor egyre jobban csökken magyar gazdaság versenyképessége, a magyar vásárlóerő ma már az utolsó helyen van az Európai Unióban, tehát ha finanszírozom az embert, abból az embereknek nem lesz jó azt az unió egy kicsit hamarabb is elfelismerhette volna, nem kellett volna így megerősíteni az Orbáni rendszert, és sokkal nagyobb energiával kellett volna már kidolgoznia azt, amikor garantáltan más csatornákon, más módon, lehet, hogy bonyolultabban, önkormányzatokon, esetleg vállalati projekteken keresztül, civil szervezetek pályázatain keresztül, de más csatornákon támogatta volna, meg adta volna ezt a támogatást, akkor azért jobban járnánk az én meggyőződésem szerint. Például, ha megfinanszírozná az, a tanárok sztrájkjogát, és a tanári szervezet civil szervezeteket felerősítené azzal, hogy valóban le, szrájkkal élve a magyar oktatás egy hétre, két hétre át, országos szinten leálljon. Az meghátrálásra kényszeríteni Orbán Viktort. De a tanárok jelentős része nem rendelkezik avval az anyagi háttérrel biztonságban, hogy belemeljen állni egy ilyenbe. Ha beleállhatna, mert a finanszírozása, az élete biztosítva lenne az Európai Unió részéről, a visszatartott forrásokból, az én megkítésem szerint, akkor tömeges lenne a pedagógus sztrájk. Most mindenképp leállok, a rövidebbet tovább tudjátok, többen tudjátok megnézni. Ha hasznosnak tartjátok, akkor eh, osszátok meg, hogy ez minél többekhez eljusson a magyar társadalomba. Eh, ha gondoljátok, és még nem tettétek meg, van egy gomb, szoktam nézni, hogy miért van ott egy weboldalon egy olyan gomb, hogy követtem. Ma már tudom, mert nagyon sokan vagytok, akik követik az előadásomat, és az nekem nagyon jó esik. Az egy ajándék karácsonyra is.